A sajtófotó kiállítás elbontása miatt tiltakoztak leginkább a fiatalok tegnap este Debrecenben. Úgy gondolják, hogy az önkormányzat által közölt biztonsági ok nem fedi a valóságot, valami más áll a kiállítás eltávolításának hátterében. Ahogy arról beszámoltunk, az eredetileg szeptember 8-áig látható utcai tárlatot két napja munkások szétszették és elvitték a helyéről. 40-50 tiltakozó a sajtófotó kiállítás képeivel állt azon a helyen, ahol a tablóknak kellene még állni. Az önkormányzat biztonsági okokra hivatkozva vitette el innen a bemutatót. Minden évben kiszoktam jönni a két fiammal, hogy megnézzük a sajtófotó kiállítást, és most is ki szerettünk volna jönni, és döbbenten értesültünk, hogy már nem lehet megnézni. Nagyjából az 50-es évek tempójának tartom ezt az egész folyamatot, ami egyébként messze beleilleszkedik abba az egész formációba, rendszerben, ami a mai Magyarországon van. Úgy gondoljuk, hogy a sajtófotó kiállítás tartalma bánthatta a döntéshozókat, és ezt megengedhetetlennek tartjuk, hiszen még a 80-as években sem fordult elő, hogy sajtófotó kiállítást így cenzúráztak volna, mint 2024-ben Debrecenben. A kiállítás kurátora is értetlenül áll a történtek előtt. Azt mondta, hogy a kiállítás 42 éves pályafutása alatt mindössze egyszer még a 80-as évek végén kellett utasításra három képet leszedniük. A mostani kiállításnak szeptember 8-áig volt engedélye. Ez nekem egy mélyítés volt, mert ilyen nem volt. Tehát 42 éves a magyar sajtófotó, ilyen még a átkosba, úgymond, a rendszerváltás előtt sem történt. Pedig voltak kőkemény képek is kint. Biztonsági okokból bontottuk el a sajtófotó kiállítást. Eddig senkinek nem volt egyetlen kornevállon sem problémája. Idén nagyobb tömegre számítottunk, mint korábban a sajtófotó kiállítás helyén, a helyét át kellett helyezni. Ezt már a rendezvény sorozat főszervezője mondta, a város polgármestere pedig arról beszélt stábunknak, hogy szerinte a kiállítása a sok egyéb program mellett kevésbé volt érdekes. Rengetegen vesznek részt az eseményen, kollégáim úgy döntöttek, hogy most erre nem kell, hogy itt sor kerüljön. Ráadásul megítélésem szerint a sok száz program között 101-ként magát a sajtófotó kiállítást nem kíséri akkora érdeklődés. Megtaláljuk majd a módját annak, hogy bemutassuk ezeket a sajtófotókat. Azt, hogy mikor és hol lesznek felállítva a tablók, nem lehet tudni. Ahogy az sem, hogyha ennyire nincs szükség a tárlatra, akkor miért szerződtek a szervezők a kiállítás gazdájával?